Egyelőre nem enyhült a kánikula, már sokadik napja kell elviselnünk a 30 fok feletti hőmérsékletet. De ebben sem vagyunk egyformák, van, aki jobban és van, aki kevésbé bírja ezt a fajta időjárást. Hát el tudom viselni, látja, fagyizással. Nagyon nehezen bírom a meleget. Már beteg is vagyok, úgyhogy izzadok. A szívem nem nagyon bírja. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli meg. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehéz légzés, fulladás jelentkezhet. Azok az emberek, akik vízhajtóval terhelt vagy vízhajtóval kombinált vérnyomáscsökkentő terápiát kapnak, hát ugye mivel a vízhajtás az izzadsággal is működik, gyakorlatilag azok is rossz helyzetbe kerülhetnek, mert nem várt vízveszteségük van, és akkor ezért csökkenhet a vérnyomásuk, szédülhetnek, gyengék lehetnek, enerváltak lehetnek. De az egészséges szervezetnek is a szokottnál nagyobb terhet kell ilyenkor kibírnia, így alapbetegség nélkül is gyakori a fáradékonyság és a fejfájás. Különösen nagy veszélynek vannak kitéve azok, akik a legmelegebb órákban a tűző napon dolgoznak. Nekik a hőguta, a kiszáradás és a leégés kockázatával is számolniuk kell. Valamivel szerencsésebbek azok, akik egy hűvös irodában vészelhetik át a napot. A legtermészetesebb hűtési módszer a ventilátor, de ezzel is vigyázni kell, mert ha túl hidegre állítjuk, megfázást okozhat. Ugyanez lehet a gond a légkondicionáló berendezésekkel is. Ez nagy divat egyébként Amerikában, hogy nagyon alacsony hőmérsékleten hűtenek, 20, meg 18, meg 19, 16 fokokat állítanak be rajta. Ez egy gyors leütésre elég, de utána vissza kell venni a légkondicionált, azt gondolom, normális 21-22 fokra, mert azt bírjuk el normálisan testhőmérséklettel. Az alatti hőmérséklet azért az rejt kockázatokat, leggyakoribb a felső légúti megbetegedést, garat, gégegyulladás, ilyesmi. Még ennél is súlyosabb problémákat okozhat, ha nem tisztítatjuk rendszeresen az autót vagy a szobát hűtő berendezést. Ami nagy veszélye az, hogyha nincsen fertőtlenítve a légkondicionáló, akkor sajnos olyan tüdőgyulladást lehet tőle kapni, amelyik úgy hívjuk, hogy aspecifikus tüdőgyulladás, ami nem megszokott, tehát nem szokványos tüdőgyulladás. A legionellózis egy elég komoly betegség tud lenni, azt nem érdemes megcsípni. Mint ahogy nem érdemes kockáztatni egy alapos torokgyulladást sem, ezért a túl hideg folyadék helyett inkább csak hűvös italok fogyasztását javasolja a háziorvos.